világeseményre készül a katolikus egyház Magyarországon. 2020-ban Budapesten rendezik meg az Eukarisztikus Világkongresszust, mely programok sokaságával vár majd minden korosztályt. A Szeged-Csanádi Egyházmegye is készül az eseményre. A kongresszusról és a szimbólumaként számon tartott missziós kereszt jelentőségéről Serfőző Leventét, a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási helynökét kérdeztük a Dóm Látogatóközpontban életre hívott kiállítás helyszínén. 2020. szeptember 13 és 20-a között egy nagy nemzetközi eseménynek ad otthont Budapest és a Magyar Katolikus Egyház, amikor is megszervezi a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. Viccesen szoktuk azt mondani, hogy két dolgot nem ért még a katolikus ember se sokszor, hogy mit jelent ebből az eukarisztikus és a kongresszus. Semmiféleképpen valami konferencia sorozatra kell gondolni, tehát nem ilyennel készülünk, legfőképpen inkább programok, kulturális események, zenei koncertek, vallási események, szentmisék, szentségimádások, egy hét ünnep lesz Budapesten. Egy nagy ünnepet képzeljünk el, amelynek a középpontja maga a názáreti Jézus. És ehhez kapcsolódik minden program szerte a városban, amely nyilván lesz olyan, ami konferencia jellegű, lesz olyan, amely fesztivál jellegű lesz, szervezésében, a MÜPÁ-ban, Nemzeti Színházban, szerte a város különböző pontjain, kulturális, zenei, művészeti eseményekkel, szabadtéri szentmisékkel, fáklyás felvonulással, családi programokkal, fiataloknak az arénában, koncerttel, dicsőítő alkalmakkal, szentségimádással színesítve. Tehát egy nagyon gazdag, fiatalos, családoknak szóló, felnőtteknek, minden korosztályt megszólító programsorozat, egy nagy ünnep vár, aki ellátogat jövőre az eukarisztikus kongresszusra. A másik szó az eukarisztia, amely már sokkal nehezebb és nem egyszerű megfogalmazni, de nagyon röviden azt jelenti, hogy az eukarisztiában mi katolikusok azt ünnepeljük és arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Hogy ez nem csak egy emlékezés az utolsó vacsorára, vagy arra, hogy ő a passióban az életét adta értünk, kereszthalálában, hanem egy valóságos jelenlét. Tehát aktualizáljuk mindazt a szentmisében, ami ott, akkor Jeruzsálemben történt. Ez az eukarisztia, a kenyér és a bor, amely lényegében átváltozik a szentmisében a pap szavaira. És ennek az ünnepe tehát az eukarisztikus kongresszus. Három éves előkészület kezdődött el 2017-ben, és ez egy országos előkészület, de legfőképpen nyilván a Budapest-Esztergomi Főegyházmegyének a nagy programja ez, hiszen mindig egy város nyeri el a lehetőséget, hogy ezt megszervezze. Ott sokkal aktívabb, mélyebb, plébániáról plébániára készülnek, missziós munkatársakat képeznek. Az ország különböző részein pedig megpróbálunk bekapcsolódni ebbe az esemény sorozatba, készülünk mi is a 2020-as ünnepre. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében is tavaly már több olyan program szerveződött, amely kimondottan a NEC, vagyis a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus jegyében indult el. Képzések, találkozók, zarándoklatok, különböző ismeretterjesztő alkalmak, szentségimádás iskolája, amely picit közelebb akarja hozni a gyakorló katolikusokhoz, de a kereső emberekhez is, hogy mit jelent az, hogy Jézus jelen van a kenyér és a bor színe alatt, hogyan tanulhatunk meg
még jobban, vagy még mélyebben imádkozni, bár tudjuk, hogy nincs olyan, hogy jó ima, vagy rossz ima, de hogy hogyan tudunk elmélyülni ebben az Isten kapcsolatban. És hát ebben a sorozatban, programsorozatban itt az Egyházmegye keretein belül most érkeztünk el oda, hogy vendégül láthatjuk az eukarisztikus kongresszus szimbólumát, a missziós keresztet. A missziós kereszt Ozsvári Csaba ötvös művész alkotása, a budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszus szimbóluma. A magyar szentek egyedülálló erekje tartója, több mint 30 magyar szent és boldog erekjéjét tartalmazza. Növényi motívumai a honfoglalás korát idézik, de megjelenik rajta az ősi magyar életfa, valamint a páva szimbólum is, mely az ókereszténységre utal. A 2007-es budapesti városi misszió alkalmából állították fel először, majd 10 évvel később Ferenc pápa megáldotta Rómában. Ez a szimbólum olyan, mint egy meghívó levél. Meghívó levél a következő évben tartandó eukarisztikus kongresszusra. Nem véletlenül Nagyböjtöt választottuk a Szeged-Csanádi Egyházmegyében, hogy vendégül lássuk a missziós keresztet, 14 helyszíne fog eljutni, 14 alkalommal hirdeti azt, hogy jövőre egy nagy ünnepre készülünk. A kereszt az Nagyböjtben különösen is kiemelt szimbóluma a keresztény közösségnek. Egyben jelzi azt, hogy Jézus halálára tekintünk, de jelzi azt is, hogy ez nem csak egy olyan keresztfa, amelyen Jézus meghalt, hanem az élet fája is. Március 13-án a Mórahalmi Szent László király plébániára érkezett a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus missziós keresztje. A budapesti világkongresszus szimbóluma 2018. márciusa óta járja a Kárpát-medencei katolikus egyházmegyéket. Nagyon nagy üzenete van ennek a keresztnek. Azt gondolom, hogy sokan tudnak és sokan fognak ezzel találkozni, és bízom benne, hogy egy meghívást kapnak ezáltal, hogy jövőre együtt tudjunk ünnepelni az eukarisztikus kongresszuson.